Szóval a párkapcsolat lesz a fókuszban a héten, és a mai nap avval indulunk, hogy mit tehetsz, ha nincs párkapcsolatod, és ehhez hoztam nektek ma az aranytarót segítségül, és két oldalról nézném meg, jó? Hát én ugye most már 24 éve foglalkozok így kineziógián belül párkapcsolat témájával, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor tudatosan, bár az ember kész arra, hogy párkapcsolata legyen, de tudat alatt nagyon sok blokk van ezen. Mivel én használom a tarókártyát, így ez elég hamar kiszokott derülni, mert hogy meg szoktuk nézni, hogy tudat alatt hogy állsz a párkapcsolathoz, és ez fog segíteni abban, hogy igazából rálás arra, hogy mi minden mozgat. Hiszen tudjátok, a tudat alatti ezt úgy képzeld el, mint egy nagy jéghegy. A tudatod a jéghegy csúcsa a víz felett, az egy elég pici rész, és hát nem a tudatunk irányít többnyire, legalábbis érzelmi ügyekben, ugye az ösztöneink, az érzelmi dolgok nagyon tudnak uralni minket. Tehát a jéghegynek is ugye az alja az jó nagy, és hát tudat alatt, ugye, ami ott van, az fog irányítani. Én azt tapasztaltam, hogy legtöbbször az a probléma, hogy vannak olyan fel nem dolgozott sérelmek, amik még munkálnak benned, és emiatt bizalmatlan vagy, nem tudsz nyitni. Tehát tudatosan igen, de tudat alatt nem, mert hogy félsz, hogy újra megbántanak. Többnyire ez szokott lenni a legnagyobb probléma. Tehát nagyon sokszor egy ilyen negatív képet vetítünk a jövőre. Na most természetesen ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell lenni örökre. Hát pont ebben tud segíteni a tarókártya, hogy ránézzünk, hogy mi minden lehet tudat alatt benned, ami miatt ugye ez nem működik. És hát természetesen ugye azért a megoldásokat is megnézzük, hiszen itt most nem az a cél, hogy a bűntudatot keltsen benned, vagy bármilyen önvád legyen benned, jó? Tehát nem erről kell, hogy szó legyen, és nem is javaslom, hogy vádold magad, inkább csak használjuk a kártyát arra, hogy egy picit előre mozdítson. Hát, hogy illetve az első lap inkább legyen az, hogy hogy állsz most a párkapcsolathoz tudat alatt. Mert tudatosan nyilván általában az ember kész rá, és ez nagyon helyes egyébként, mert ha tudatosan sem vagy rá kész, akkor persze nyilván sokkal nehezebb. Jó, tehát először megnézzük, hogy mi minden lehet hozzáállásban a párkapcsolat témájához, és már ez is nagyon sokat fog mondani. Egyébként, ha van kártyád, akkor mindenképpen javaslom, hogy te magad is vess rá. Én most ilyen példavetéseket fogok csinálni. Itt azért nem is hoztam be itt előre a képeket, mert itt fogok élőben nektek keverni, tehát nem akartam itt előre direkt. Úgyhogy most itt kevergetem nektek ezt az aranytarót. És akkor nézzünk példát arra, hogy hogyan is állsz a párkapcsolathoz. Most erre két példát fogok hozni, jó? Mert hogy ugye sokan lehettek itt, nem biztos, hogy mindenkinek releváns az az egyetlen egy lap, úgyhogy nézzünk erre két példát. Az egyik példában akkor először megnézzük, hogy hogy állsz jelenleg a párkapcsolathoz. Ez lesz az első lap. És utána a pártja ugye abban is segít, hogy hogyan old ezt föl, hogyan tudj előrelépni. Tehát fogok húzni egy második lapot, hogy mi az, ami segít abban, hogy egy olyan párkapcsolatod legyen, amiben mind a ketten jól érzitek magatokat. Jó, tehát ez lesz a második lap, és akkor ezt fogom neked megmutatni. Az első a kard 4. Na most itt nagyon fontos, ez egy tudatalatti kép, jó? Tehát nem azt jelenti, hogy tudatosan így van benned, hanem ez van a mélyében a dolgoknak. Hát mit láthatsz itt a képen? Fekszik a főszereplő, szinte tetsz halott, vagy akár halottnak is tűnhet. Mindenképpen azt mutatja, hogyha az ember ugye ilyen nagyon passzív, nagyon visszahúzódó, akkor ő eléggé bezárkózik egy párkapcsolat előtt. Tehát semmiképpen nem fog tudni bevonzani egy olyan embert, aki közeledik hozzá, hiszen ilyen állapotban egyáltalán nem is látunk rá a külvilágra, nem véletlen, hogy a szereplő szeme be van csukva.
És egyébként egy elég elzárt helyen is van, sötétben is. Tehát egy kar négyessel egyébként nem szoktunk nyitottak lenni. Ez ugye az az állapot, amikor az ember így próbálja a gondolatait lecsillapítani. Általában ugye előtte nagyon sok sérelem érhette. Ugye a tarot kártyában egyébként megvan a maga logikai sorrend, a kis arkánumokban is egyébként, és ezt így szoktam is tanítani, de természetesen most azért elmondom, a négyes lap előtt a hármas, az mindig egy ilyen szívfájdalomról, csalódásról szól. Tehát mindig, amikor kihúzunk egy kis arkánumot, akkor rögtön tudjuk, természetesen nagy arkánumnál is, hogy milyen előzmények lehettek. És egy kar négyesbe az ember úgy kerül bele, hogy valamilyen csalódást próbál feldolgozni, és már talán érzelmileg fel is dolgozta, viszont a gondolataiban még ott van, és próbálja megtalálni a belső békét, és próbálja megtalálni a saját középpontját. Na most ez még egy folyamat, ilyenkor nyilván az ember még nem tud kapcsolódni másokhoz. Jó, tehát hogyha ez van tudat alatt, akkor nem az a probléma, hogy baj lenne veled, hanem ez a folyamat, ez a belső béke keresés most éppen zajlik. Jó, tehát hogy így még természetesen nem megy annyira a kapcsolódás. A következő lépésként, tehát hogy ami segít abban, hogy rálej egy párkapcsolatra, okay, hatos jött ki. Ez a lap az érzelmi gyógyulásról szól. Nem véletlen vannak gyerekek a képen, mert hogy ezt a fajta ártatlanságot, ezt a fajta nyitottságot, mondhatnám egy picit úgy, hogy naivitás, de ezt most ne rossz értelembe értsétek. Ezt a fajta, igen, talán az ártatlanság szerintem egy jó szó, ezt kéne megtalálni. Hát most ez arról szól, hogy érzelmileg be kell gyógyítani a sebeket, ehhez idő kell. Ahogy itt a két gyerek játszik itt a kertben, neked is ezt a fajta könnyedséget, ezt a fajta békességet kell megtalálnod, hiszen ők ugye nem aggódnak, hanem teljes természetességgel léteznek egymás mellett. A kej hatos egyébként mindig gyógyulás lap, maga a hatos lap is mindig gyógyulás, tehát hogy azt mondanám, hogy engedd meg a lelkednek, hogy begyógyítsa a sebeket, és ne siettesd. És hogyha ezek a sebek be tudnak gyógyulni, akkor az a belső béke meg tud születni, és akkor fogsz tudni nyitni. Ez nem olyan, amit meg lehet napra vagy percre pontosan határozni. Nagyon sokat segít, hogyha olyan emberek között vagy, akik elfogadnak úgy, ahogy vagy, és nem ítélkeznek rajtad. És hozzáteszem, azért az is segít, ha te sem ítélkezel magadon, mert akkor tud ez a lelki sebbe gyógyulni. Tehát mondhatjuk most ebben a példában, hogy ennek a gyógyulási folyamatnak a közepén van az a kérdező, és ez, ha megtörténik, akkor fog sikerülni. Ne nézzünk azért egy másik példát is, jó, hogy lássátok, hogy hát sok minden más is lehet. Nézzünk a példa szerint akkor most egy másik hozzáállást a új párkapcsolathoz, és nézzük, hogy mi segít ebben. Na, mutatom, jó? Megint egy kis arkánom jött ki, az érme király, ami már egy nagyon-nagyon pozitív lap, hiszen ugye egy ilyen nagyon jókedvű, derűs embert látsz a képen. Viszont mivel egy király, királynál mindig gondoljatok arra, hogy az egy stabilitást jelző lap. Az érme király egy olyan ember, aki létrehozta a világában azt a biztonságos teret, azt a védőhálót, azt a napi rutint, amitől ő jól érzi magát. Tehát egy olyan ember, aki nagyon sokat dolgozott azért, ahol most tart, és nyilván ugye, mivel érmelap, nagyon sok munkát is belerakott ebbe a témába, és nagyon jól érzi magát így egyedül, vagy van a saját belső stabilitása, és bár nagyon szeret esetleg emberek között lenni, azért ő nagyon jól el van annak a megszokott életével. Ami nem rossz, jó? Tehát nem arról van szó, hogy ezzel gond lenne. Viszont egy érme király nagyon sokszor nem nyit azért mások felé,
mert hogy olyan jól működik minden, végre már nem kell küzdeni, hát most beengedjek valakit, akkor föl fog borulni ez a harmónia. Na és itt az érme király az ezt jelentheti, hogy már megdolgoztál azért, hogy most végre jól legyél, már elérted azt, hogy jól vagy magaddal, úgy általában rend van az életedben is, anyagilag is végre stabilizálódtál, vagy hát legalábbis látszik, hogy azért javulnak a dolgok, és ilyenkor nem szeretnénk felborítani ezt a harmóniát. Tehát az érme király az ezt mutatja a jelenben, hogy ezt a fajta belső biztonságot elérted, és igazából ez egy döntés, és hát nagy bátorság kell azért ahhoz, hogy az ember, amikor minden jó, akkor nyitott legyen a változásra. A következő lap viszont, ami ugye arra húztam, hogy mit tehetsz, ott azért mindenképpen arra ösztökél, hogy nyisd ki a szíved. Ugye ez a szeretők lapja, amit két oldalról lehet egyébként megvizsgálni, és itt mindig meg szoktam kérdezni, hogyha valaki jön hozzám egyéni tanácsadásra, melyik vagy te, melyik szereplő. És neked is azt mondom, hogy gondold végig, hogy az vagy-e, aki másokat támogat, aki tart, ugye itt a férfi tartja a nőt, aki egy picit ilyen megmentő szerep, és egy valahol el is várják tőle, hogy ő ilyen támogatást nyújtson, vagy az vagy, aki be tudja fogadni mások segítségét, aki meri megmutatni a saját sebezhetőségét, vagy akár a hiányait. Már úgy értem, hogy érzelmi hiányú, tehát erre gondoltam. Mind a kettő lehet. Én, mivel az érme király jött ki, tehát most ugye ha önállóan nézem a szeretőket, akkor mind a kettő lehet, de hát mindig összeolvassuk a másik lappal, jó? Tehát az érme király, ugye ez egy nagyon szilárd, magabiztos ember. Hogyha mellé jön ki a szeretők, akkor az azt jelenti, hogy ő az, aki általában támogat másokat. Tehát itt, ami segítene, hogy merd megmutatni azt, hogy mit szeretnél, merj elfogadni te is szeretetet, törődést, segítséget másoktól. Mert hogy az érme király hajlamos valóban ilyen támogató szerepet nyújtani, úgyhogy nem kell mindenkit mindig megvédened, és nem kell mindig erősnek lenned. Hanem igenis, néha fölvállalhatod azt, hogy most nem vagy erős. És mindenképpen ugye érzelmileg nyitni kell, tehát most, hogy már ugye az érme király elérte egy stabilitást, most tényleg bátran ki kell nyitni a szívét, és érzelmileg közel engedni valakit maga felé. Úgy általában ez az érzelmi nyitás persze nem egyszerű, én nem mondom, hogy könnyű, de megéri mindenképpen. És mivel ugye a kártya ezt üzeni, én is azt üzenem, hogy merj egy picit néha gyenge lenni, vagy sebezhető, inkább így mondom, hogy sebezhető. A sebezhetőség nem jelenti azt, hogy gyenge vagy, attól még lehet valaki nagyon erős, hogy sebezhető. Egyszerűen csak megmutatod az emberi mi voltodat, és ne várd el magadtól, hogy te mindig tökéletesen erős legyél. Jó, hát ez egy irány, nyilván nem gondolom, hogy ezt egyik napra a másikra meg lehet tenni, de nagyon sokat segíthet, hogyha az ember ezt így végig gondolja, és meri bátran megtenni az első lépést. Hát ennyit akartam mára, remélem, hogy ez a két példa segített, és talán új gondolatok, új érzések nyíltak bennetek. Ha van esetleg kérdés, nyugodtan tegyétek föl, hát ha tudok még ebben segíteni. Most nem akarom nagyon hosszúra nyújtani ezt az adást, mert nagyon sok mindent lehetne erről a témáról beszélni, és nyilván, hogyha egyénileg szeretnél segítséget, akkor bármikor elérsz, és tudunk egyéni elemzést is csinálni, de most egyelőre ennyi fér bele a mai adásba. És holnap folytatjuk a szerelmi jóslatot hozom el nektek, ahol ugye rá tudunk nézni akár egy jól működő, akár egy kezdődő kapcsolatra is. Nagyon szép napot! Sziasztok!